Búcsúzik a kerülettől, nagy téténytől Fülöp akit most nagy szeretettel köszöntök a műsorban. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. És köszönöm a lehetőséget. Hányadik állomását töltötte nagy téténybe? Mikor került ide hozzánk a kerületbe? 2005. augusztusában kerültem ide a kerületbe. Hú, nem is tudom, most hatodik, körülbelül a hatodik állomás helyen volt. az elején voltak sűrűbb váltások, aztán utána már, már kevésbé sűrű, ez kicsit a az élet így hozta, hogy az elején gyakrabban kellett költözni, de aztán már plébánosként, akkor már hosszabb időket töltöttem egy-egy helyen. Ismerte Nagy tétényt? Nem ismertem Nagy Tétént igazából. Halvány emlékem, gyerekkoromban valamikor jártunk kint erre, de, de semmi kapcsolatom, ismeretségem nem volt Nagy Téténnyel. És mik voltak, emlékszik arra, hogy mik voltak az első benyomásai? Hogyan fogadták Önt a templomban a hívők? Hát örömmel fogadtak a, a hívők, és, és hát hamar tudtunk kapcsolatot építeni néhány emberrel, az volt az egyik talán szerencsém, hogy egy volt osztálytársa még itt laknak a nagy tétényben, ott laknak a plébánián, és ők akkor azért elég hamar bekapcsoltak abba, hogy segítsenek a plébánián, és rajtuk keresztül azért sokakkal könnyebb volt megismerkednem. De azért ez mindig része a, a papi életnek, hogy ilyenkor fölvenni a kapcsolatokat, megismerkedni emberekkel, tehát ez azért azért mindig elindul, és a hívek is érdeklődve szemlélik az új papot, és próbálnak vele kapcsolatot építeni. Hogyan telt ez a 15 év? Ez nagyon sok mindent tett. Nagy tétényért, a kerületért, az itt élőkért. Hát alapvetően gyorsan. Tehát azt hiszem, ez mindannyiunkban benne, hogy, hogy ez visszatekintve nagyon gyorsan elszállnak az évek. Mindig volt valami feladat, az a kezdődött, hogy a templom szentés 251. évforulát ünnepeltük éppen 2005. októberében, aztán hát különböző feladatok újra és újra jöttek. A hat évvel ezelőtt elkezdtük a templom belsőnek a, a felújítását, aminek úgy nagyjából azért a, a végére értünk, tehát azért mindig volt valamilyen feladat, amit, amit meg lehetett valósítani, vagy amiben be, be kellett kapcsolódni. Elégedett? Lehet egyáltalán? Ilyen esetben, amikor maga mögött hagy az ember egy templomot, egy közösséget, számot vetni, hogy mi az a cél, amit sikerült elérni esetleg, tehát hogy milyen érzésekkel, benyomásokkal hagyott itt minket, tulajdonképpen. Hát egyrészt ugye nyilván mindig van egy visszatekintés, hogy mi minden történt. Sok hála van, mert nem sok szép feladat, nem sok szép örömteli esemény zajlott le, a, akár a Plébánián akár a a kerületben is volt néhány olyan esemény, amiben jó volt bekapcsolódni. Nyilván van az emberben mindig ilyenkor egy némi hiányérzet, hogy mi az, amit, amit, még jó lett volna megtenni, vagy, vagy mi az, ami nem úgy sikerült, ahogyan, ahogyan szerettem volna, de összességében azért, azért hálával és, és pozitív élményekkel indultam el az új állomás helyemre. Hogyan adta át a stafétabotot, ha lehet így fogalmazni az utódjának, és pontosan ki lett, ki ő? Az utódom Szőke Lajos, lett, aki a Kövi Mária Prébányén, a Szentendrei úti, ott a hív környékén, ott az út közep mellett van egy kis kápolna, annak a plébánosa volt az elmúlt időszakban. Ilyenkor mindig találkozunk, megbeszéljük a dolgokat, egy kicsit elmondom, hogy mi az, amik folyamatban lévő ügyek vannak van ennek egy hivatalos része is, amit, amit, át kell adni, anyakönyveket, pénzügyi dolgokat, folyamatban lévő ügyeket, tehát ez is megtörtént, és ilyenkor mindig van egy kis beszélgetés, találkozás, egy kicsit bemutatása a dolgoknak, tehát azért, azért ez, ez megvalósult. Most egy kicsit erre az időkeret szűkösebb volt, de itt most azért ilyenkor szokatlan, vagy nem, nem gyakori, hogy évközben vannak ilyen, ilyen váltások, egy kényszerhelyzet miatt kellett ezt a, a váltást megtennie, meglépnie most a Víboros úrnak. Hova szólította most a Rákosfalvi plébániára, ez az tér környékén van ez a templom, ott a házak között van maga a templom, de a... A terület is elég széles, elég nagy, nagyobb a, a terület is, egy kicsit, meg, meg hát sok elakult telep, az mindig több embert vonz, kicsit talán összetettebb a, a közösség, de de kezdem megtalálni a hangot, kezdem fölfedezni, hogy ki mindenkivel lehet, hogyan lehet szót érteni. A kezdeti időszaknak mindig van egy ilyen szépsége is, meg egy kicsit aggodalma is, hogy hogy sikerül a kapcsolatokat fölvenni az új helyen. És most itt a járványhelyzet ez valamilyen módon befolyásolja az Önök munkáját? Tehát, hogy tudnak ö, olyan sűrűn esetleg találkozni a közösséggel, hogyan tudják tartani a kapcsolatot? Mindenképpen befolyásolja járványhelyzet a járványhelyzet a munkánkat, hiszen a, a liturgián kívül minden más tevékenységet le kellett állítanunk, tehát itt tanórák különböző programok, azok akár cserkészet, akár felnőtteknek szóló programok, azok most, most leálltak, átmentek az online térbe, tehát ilyen szempontból mindenképpen befolyásolja. Szerencsére jelenleg még a, a azokat tarthatjuk, bár megvan az a lehetősége, aki, aki beteg, nyilván kérjük, hogy ne jöjjön, vagy aki fél, hogy megbetegszik, az otthon maradhat és bekapcsolódhat a online szentmisék valamelyikébe. Mit üzenne a nagytétényieknek, a kerületieknek? Gyerekkoromban volt ez a mondat, hogy tovább a leléni úton. Tehát egy kicsit az, hogy tovább a Krisztusi úton mondhatjuk ezt így, tehát hogy a, hogy a, a hitünknek a megélése, a, a megvalósítása, az Isten iránti szeretetünknek a megerősítése, ez, ez folytatódik tovább, kicsit függetlenül, nyilván nem teljesen a, a paptól, aki ott van éppen a közösségben, de, de hát ez a közös feladatunk, és ezt igyekszünk tenni a magunk helyén, hogy, hogy Krisztus szeretetét tudjuk sugározni, megmutatni a, a jelenlévőknek, a ránk bizottaknak, a körülöttünk lévőknek. És hát gondolom, ugyanolyan bizalommal fordulhatnak az utódjához, mint ahogy önhöz Természetesen fordultak. ugyanazzal a bizalommal lehet fordulni Lajos atyához, és ő nagy szeretettel várja a híveket ott a nagy templomban. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk, és eredményes munkát, éveket kívánunk önnek. Én is köszönöm a lehetőséget, és sok áldást a budafokiaknak, mert itt